És van egy olyan érzésem téged hallgatva, hogy ha te valóban nem lettél volna ártatlan, és nem harcoltál volna annyit az igazadért, akkor talán ez még rosszabbul záródhatott volna. Még kaptál, ugye azt hiszem, 2 év próbaidőre felfüggesztett, 2 év szabadságvesztés. Hát meg már nem mertek dicsérni, ugye, mert azt nem tehették, pedig ezt kellett volna tenni. Na most, hogyha ezek az iratok, amelyek ezek szerint Gráf miniszter úrnak a birtokában vannak, ezek most itt lennének, akkor megkockáztatom, hogy egy perújra felvétellel mindent meg lehetne fordítani. És Igen. utána rehabilitálnának, és majd fizetne az állombácsi. Igen. Mindazért, amit te át kellett, hogy élj. Nem lehetett volna elmarasztalni, hogyha ezek a bizonyítékok rendelkezésre állnak. De nem tudok perújítást sem kezdeményezni anélkül, hogy ezekkel az a bizonyítékokhoz hozzájutnék, mert ahhoz, hogy perújításra kerüljön sor, ahhoz új körülményeknek kell felmerülni. Tehát hiába követett el mindhárom bírósági fórum igen komoly hibákat, nem csak az én, hanem jogászok megítélése szerint is rendkívül komoly hibákat, például egyszerűen nem alkalmazott törvényeket, nem számított, hogy mi van a társasági törvényben, a köztisztviselői törvényben, és még sorolhatnám. Arra nem hivatkozhatok, és mivel 3 fórum tárgyalta, ezért nincs lehetőség felülvizsgálatra. Tehát az egyetlen lehetőségem a perújítás kellene, hogy legyen, hogy ezt a roppant igazságtalan ítéletet meg lehessen változtatni. Ezért mostani ügyvédem, Bajnai Gordon miniszterelnökhöz fordult a napokban. Ketten egy beadványt terjesztettünk a miniszterelnök úr elé, amiben kértük, hogy a most még számára hátralevő időben bocsássa rendelkezésünkre ezeket a bizonyítékokat. El szeretnénk kerülni ugyanis azt, hogy a jelen kormány tagjai ellen kelljen valamilyen jogi procedúrát kezdeményezni, mert ez egyszerűen tűrhetetlen, hogy a kormány, amelyik az alkotmány értelmében köteles őrködni az állampolgári jogok betartása felett, ilyen jogsértést követel, hogy nem adja ki a bizonyítékokat. De hát nem csak a kormánnyal fordul ez elő, hanem mással is. Hát én mondtam, illetve említettem, hogy Boros Imre úgy járt el, mint ahogy Kádár János annak idején Nagy Imrével szemben. Boros Imre ezzel zárta névre szóló feljelentését. Feljelentést teszek dr. Szabadi Béla ellen, és a tényállás szerinti cselekmények, mint bűncselekmények alapos gyanúja, mint miniszter állapította meg a bűncselekmények alapos gyanúját miatt, indítványozom a nyomozás elrendelését, és dr. Szabadi Béla büntetőjogi felelősségének megállapítását. Ebben a feljelentésben olyan csacskaságokat írt le, mivel ő nem ismerte ennek a minisztériumnak a működését, illetőleg mindenáron az én elítélésemre törekedett, olyan üzeneteket is küldött, hogy hiába van jó ügyvédem, ő biztos abban, hogy engem el fognak marasztalni. Ilyen cégei egyetlen egy forintot nem fordíthattak volna a reklámra a Ferencvárosnál, és ezekhez a tényállási elemekhez körömszakadtáig igyekezett minden, hogy mondjam, tény ellenére a bíróság ragaszkodni. Hát elég megnézni, hogy milyen a sportfinanszírozás a világ minden országában. Hozzáteszi, mellékletként csatolom a minisztérium belső vizsgálati anyagát és egyéb dokumentumokat, és az első anyag, amit csatol, itt van a feljelentésnek a másolata, honlapomon is elolvasható, mindaz, amit én itt mondtam. Titkos jelentés, dr. Szabadi Béla politikai államtitkár által folytatott tevékenység szabályszerűségének, indokoltságának és hatékonyságának vizsgálatáról. Hát na most ezt a jelentést, ami az egész pernek, nyugodtan mondhatom, koncepciós pernek a fő vonalait nyilvánvalóan meghatározta, a mai napig nem láthattam,
Az első két bírósági fórumtól hiába kértem, nem is reagáltak erre. A harmadik bírósági fórum, a legfelsőbb bíróság azt mondta, ez bizonyítási indítványként értékelem, bizonyítási indítványnak nincs helye harmadfokon, ezért elutasítom. A mai napig nem láthattam. Repülőjegyekről beszélnek, aminél hol fölmentettek, hol elmarasztaltak végig, nem is az én repülőjegyeim, hanem a titkárságvezetőm két repülőjegye miatt, de nincsenek meg a repülőjegyek az irattárba, hanem vadonatúj repülőjegy tömbök vannak kinyomtatva, pecsét és minden nélkül. Ezt is hiába hoztam számításban. Nem mondom meg, hogy kitől, a repülőjegyekkel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen nagyon drágán utaztak a miniszterek, államtitkárok korábban, aztán jelentkezett egy külföldi légitársaság, meglepő módon fele annyiért. Na most azt hiszem, hogy ezt igénybe is vetted te is. Tehát fel annyira utaztál, mégis a teredre róták, mint hogyha pont fordítva lett volna. Egy kicsikét kérlek, hogy pihenjél. Papa, hát tulajdonképpen te is egy koncepciós pernek vagy a áldozata. Bár kettőtök között nem tudom, hogy kis, hát azt hiszem azért a Bélának a szenvedése azért az übereli a te szenvedésedet, de azért, amit te átéltél, mondjuk, hát az sem piskolta. Te hogyan értékeled ezt? Amiről a Béla mesél, ez nem új keletű dolog, nem Kádár meg Rákosi. Ezt már Napóleon a rendőrminisztere megmondta, hogy mutass rá, és bűnös csinálok belőle. Nem kell bűnösnek lenni ahhoz, hogy bűnös legyen, bűnös csináljanak valakiből. Egy van. A politika úgy érzi, hogy valamilyen irányba őt sérelem éri, vagy érheti, és az kellemetlenül hat rá, akkor elkövet mindent az úgynevezett hozzácsatott gépezettel, hogy bárki ellen bármikor eljárást indítsanak. Engem, mikor bevittek, gyakorlatilag nem tudták megmondani, hogy mivel gyanúsítanak. Nem tudták megmondani. Sőt, mi több, már utólag azt is tudom az illetékesektől, ha én nem akarok akkor elmenni az olajbizottsági meghallgatásra, hozzám a kutya nem szól. De valószínű, hogy egy jó pár embernek az érdekeit, magas szintű érdekeit sértette volna az a dolog, amire számítottak, hogy elmondhatom ott. De azért nekem is volt annyi eszem, hogy a látva felállást mindent nem mondtam el, mert azok, amiket nem mondtam el, azok még hosszú évekig súlyos vádak lehetnek valakikkel szemben. És ők kettő voltak megérdezve, és ezért vontak ki a forgalomból. Szóval gyerekek, borzalmas világot élünk. Én elhatároztam, és ezt most ki is jelentem, hogy a politikát, mint ilyen üzöm a műsoromból. De azért ezt azért meg kell, hogy mondjam. Tartsd, a Churchill megmondta, hogy a politika ott kezdődik, ahol a tisztesség véget ér. Köszönöm. Ezt nem tudom, ezt hogy lehet egyáltalán egy normális embernek kibírni, hogy ilyen párfordulatok, hogy ilyen színváltozások történnek, rettenetes. Szóval azért mondom, hogy én igyekszem magamat most már távol tartani a politikától, hát eddig is, de ha jót mondhattunk, akkor elmondtuk, ha rosszat. Rendőrségi műsornak indult ez, és ma is azt mondom, hogy tulajdonképpen a címe alapján is az. Mi tulajdonképpen mindig védtük a rendőrséget, de ha éppen olyan dolgokat láttunk, hallottunk, amelyek azt mutatták, hogy valamit nagyon elhibáztak. Nem akartam Gyurcsány Ferenc szavait idézni, mert az nem idevaló. Azt is megmondtuk. Hát én emlékszem, Morvai Krisztina is, bár nem mutatkozott be, teljesen világos volt, hát alaposan leteremtett engem. Aztán vitatkoztunk a végén azért, szóval úgy, hogy azért majdnem döntetlenre végződött ez a mérkőzés, mert hát kiderült az is, hogy hát a forradalom évfordulóján, ami történt, amit a rendőrség egyik-másik tagja művelt, hát azt mi magunk is rögtön elmondtuk. Meg ugye voltak itt büntető eljárások, a Móri ügy, stb. Hát nem mondhatjuk azt, hogy ilyen jó dolgoztok gyerekek, amikor kiderült, hogy nem jó dolgoznak.